Nyilatkozott az m 1 egy német férfi, akinek a fiát két éve egy bevásárló központ előtt megölték az utcán. A szerint egy szír bevándorló a gyilkos. Az apa azt mondja, hogy a mai napig nem született bírósági ítélet, a szír férfi szabadlában van. Szerinte, ha egy német lenne a gyilkos, akkor már régen börtönben ülne. Így viszont, ezt mondta ő, a külföldi elkövető miatt próbálják az ügyet többen eltussolni. A Eltérően vélekednek a német lapok arról a 2017. szeptemberében történt esetről, amikor egy szír menedékkérő Wittenbergben a nyílt utcán fényes nappal agyonvert egy német férfit. A szírt védő cikkek nácinak nevezik Markus Hempelt, míg mások igazságtételt követelnek a német fiú számára. Az áldozat édesapja nyilatkozott az emegynek. Karsten Hempel a térfigyelő kamerák felvételeiből készült fotókat mutatja. Ezeken jól látható, hogy a szír többször is ütött. Ezen a képen az látszik, hogy a német férfi nyakán éri az ütés, ami önmagában is lehet halálos. Itt pedig jól kivehető, hogy a migráns tovább támadja a földre került már harcképtelen német férfit. Markus később a kórházban belehalt sérüléseibe. A szír Szabri H. 2015-ben kísérő nélküli kiskorúként érkezett Németországba, már korábban a rendőrség látókörébe került egy verekedés miatt. Két évvel ezelőtt halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás. A rendőrség szerint a szír kezdeményezte a verekedést, összesen három ütést mért Markus Hempelre. Az ügyészség szerint ugyanakkor a szír önvédelemből ütött. Mint apa, azt szeretném, ha igazságot szolgáltatnának. Az én szememben hidegvérű gyilkosság történt. Egészen egyszerűen azért akarják eltusolni az ügyet, mert külföldi az elkövető. Hihetetlen, de az elkövetőt sosem vették őrizetbe. Egy németet lecsuknának, ha gyilkosságot követne el, mondta az apa. Arról is beszélt, hogy ügyvédje szerint, mivel hosszú idő, több mint két év telt el a gyilkosság óta, fennáll a veszélye annak, hogy a gyilkos ennyi Büntetést kap. A vizsgálatot lassíthatta, hogy az ügyet időközben átvette egy másik ügyészség, mint amelyik elkezdte. Azóta vádemelés is történt, a tárgyalás időpontját azonban többször is elhalasztották. Nemrég kezdeményezték a gyanúsított életkorának szakértői megállapítását. Felmerült ugyanis, hogy már az elkövetés időpontjában sem volt kiskorú. Azt kívánom, hogy változás következzen Németországban. A bíróságokon ne kettős mércével mérjenek, hanem mindenkire egyformán vonatkozzanak a törvények, fogalmazott az apa. Hozzátette, Magyarország lezárta a határait, megvédték az országot, annak ellenére, hogy az Európai Unió büntetéssel fenyegetőzött. Az áldozat apja szerint nem lehet arra kényszeríteni országokat, hogy migránsok százezreit fogadják be.